Nekem a félelemmel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy egyfelől szükséges dolog-e a félelem, másfelől pedig, hogy hogyan lehet azon úrrá lenni, hogyan lehet a félelmet legyőzni. Nagyon-nagyon jót kérdeztél, ugyanis a szútrákban nincsen külön pszichológiai szekció, de a szívszútrában a félelemről van egy nagyon fontos sor, és én ennél jobbat nem találtam. Azt mondja, hogy ha akadálytól mentes a tudatod, akkor nincs félelem. És akkor meghaladva minden illúziót eléred az ellobbanást. Ez az ellobbanás, ez az ego szilárd képzetének, változtathatatlan, tökéletes képzetének az ellobbanása, az ebből eredő vágy, harag és téves nézetek ellobbanása. Visszafordítva, ha a tudatban van akadály, valamilyen ragaszkodás, valamilyen vágy és harag, az az oka a félelemnek. Példa. Miért félünk a haláltól? Mert titkon még mindig örökké szeretnénk élni. És hogyha beláttuk a test múlandóságát, és a test múlandósága már nem akadály, már nem akadály az a képzet, az az érzet, hogy egyszer ki fogsz innen lépni, és elmész, akkor a halál sem lesz akadály. És akkor a halálfélelem is megszűnik. Tehát egy kicsikét ilyen nagyon-nagyon tört magyarosan, ha nem vagyok elememben, ha nem igazi önvalómat élem, akkor fél elemben vagyok. Ezt most megbocsátjátok nekem, hogy a magyar nyelvet erre használtam. De a félelem az abból következik, hogy nem vagyunk igazából elemünkben. Nem vagyunk igazi önvalónk teljes tudatában. Innentől kezdve az összes többi magyarázat. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egy rokon kérdést teszek föl, mert nem biztos, hogy belátható időn belül újra találkozunk, amit szintén hasonló érdeklődésű emberek föltesznek, és nagyon hasznosan teszik föl. Meg szoktam kapni ezt a kérdést, hogy ha beszélünk a tiszta tudatról, amely valahol a normalitással azonosítható, akkor mi az őrület? És az őrület az a tudat bármely képzetével való szélsőséges, minden mást kizáró azonosulás. Tehát, ha teljes mértékben azonosulsz egy képzett csoporttal, és minden mást elutasítasz, az az őrület, és ha nagyon ragaszkodsz, nagyon őrült vagy, ha kevésbé ragaszkodsz, kevésbé vagy őrült, és ha nem ragaszkodsz semmihez, és mindent egyenletesen, tisztán látsz, akkor vagy normális. Tehát a ragaszkodásunk mértékében, az illúziókkal való azonosulásunk mértékében vagyunk teljesen, kevésbé, vagy egyáltalán nem őrültek. Na most, ha így nézed meg kicsiny társadalmunkat, akkor oltári nagy baj van. Hasznos hozzátétel volt a kérdésedhez? Igen, mindenki. Nagyon köszönöm. Akkor én megszűnök didaktikusnak lenni, és várom a további kérdéseket bárkitől. Miért nehéz döntést hoznunk? Ha gondolkodsz, akkor nehéz. Ha nem gondolkodsz, akkor könnyű, de arra vigyázz. Átláttad a döntés körülményeit? Igen. Hozd meg a döntést. Jó. Ha nem láttad át a döntés körülményeit, akkor nem. És ezt gondolattal is át kell tudni fogni, érzéssel is át kell tudni fogni, uram, bocsánat, beszédet is hallgatni kell, illetve párbeszédet is kell folytatni. És néha ahhoz is komoly cselekedetek kellenek, hogy helyes döntést hozz. Hogyha a tudatod tiszta, akkor tudsz helyes döntést hozni. Ha nem, akkor sorozatos, ilyen véletlen balesetnek látszó életvitel van. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ezzel a zaj és jel dologgal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy többször belefutok olyan dolgokban, hogy nem tudom megkülönböztetni, amikor jön egy történés, hogy ez lehetőség vagy kísértés. És nem gondolom azt, hogy mondjuk az első nehézségnél meg kellene torpannom, hogy úristen, ez biztos nem kell erre mennem, mert hogy ez egy olyan jel. És akkor megyek tovább, mondván, hogy hát ha ez arról szól, hogy mennyire eltökélt a célom, és hogy akkor arra kell attól függetlenül mennem, hogy az első nehézség árán ne álljak meg.
és nem tudom megkülönböztetni akkor a zajt és a jelet, bár én ezt mondom lehetőségnek és kísértésnek hívom. Mi van a jelenség túloldalán? Ez a fontos. Tehát, hogyha van egy adott jelenség, ami értelmezhető lehetőségként és kísértésként, az az utadon szerepel. Nem tudod kikerülni, néha nem is akarjuk kikerülni. Tehát ott vagy előtte, akár személy, akár tárgy, akár egyéb, és megnézed, hogy mi van rajta túl. És ahhoz képest el kell dönteni, hogy keresztül mész rajta, megadod magadnak a tapasztalatot, vagy pedig megkerülöd, és nem adod meg magadnak a tapasztalatot. És én most egy olyan példát szeretnék mondani, amely helyi példa, és ide költ Szegedhez. Szerencsém volt az elmúlt évtizedben 4 darab ilyen fél évet rehabilitációs intézetben tanítani, és büntetésvégrehajtási intézetben tanítani, így felváltva, nagyjából 2 hetenként. Tehát ott nagyon-nagyon tudják az emberek, hogy hibáztak. És megadtak maguknak olyan lehetőséget, amelyek nagyon gyönyörűeknek tűnhettek egy adott ponton, és aztán pedig nem, hogy kísértés lett a vége, hanem katasztrófa lett a vége. Magyarul valahol nem láttak tisztán, mielőtt belevágtak bizonyos dolgokba, bizonyos cselekedetekbe. És a társadalomból vagy azért vonultak ki rehab, vagy vonták ki őket, BVI, hogy ez a látás optimális esetben bekövetkezhessen. Nem optimális esetben, csak időveszteség történik. Tehát az a fontos, hogy ilyenkor állj meg, és láss. És várd ki, amíg a jelből kiderül valami, illetve eltűnik a zaj. Vagy ami nagyon érdekes, hogy a zajból jel legyen. Ami eleinte zajnak is értelmezhetetlennek tűnt, és használhatatlannak tűnt. Abból legyen valami, ami, hogyha másképp nézed, másképp hallod, újra lefuttatod, annak elkezd értéke lenni, és hirtelen a zajból jel lesz. Na, ez az, amire képesek vagyunk. Erre az emberi tudat maximálisan alkalmas. Mi csinálunk? Pont a fordítottját. A jelből csinálunk zajt. Teljesen haszontalanná fokozzuk le a realitás élményünket, mert annyira szétszórjuk a tudatunkat, beszennyezzük a tudatunkat, stb. Ugye? Tehát azt tudod, hogy nem morális, etikai és egyéb ilyen fejtegetéseket szokott zen tanító mondani, amikor kísértésről, lehetőségről, hibáról és erényről, ilyesmiről van szó, hanem valami sokkal kézzelfoghatóbbat, egyben sokkal transzcendensebbet. És ezeknek az embereknek, akikkel én ezekben az intézetekben ugye, szembe kerültem, és akiket taníthattam, a tudatuk bizonyos része nagyon befogadó volt, de az, amit én jelként adtam, az nagyon gyakran zajként ment be. Nem tudták értelmezni, nem tudták követni, de valahol bement, és hogyha elég időt adok nekik, már pedig idejük tényleg van, akkor abból a zajból ismét jel lehet bennük. Már bennük állhat össze az a jelentés, ami itt volt, amikor azokat a szavakat kimondtam. Úgyhogy nézd meg, hogy mi van a cselekvés túloldalán. Mi az a következmény? Nem vagyunk annyira egyediek, hogy a választásaink csak a mieink legyenek. Mint felelősség a miénk, de mint jelenség, nagyon sok ember került szembe hasonló kérdésekkel, hasonló kísértésekkel és lehetőségekkel egyaránt. Velük mi lett? Ők mit éltek át? Ezekből lehet tanulni. Tehát nem vagyunk annyira egyediek. És ekkor, hogyha az ember kellő nyitottsággal, együttérzéssel és meggondoltsággal viszonyul ehhez az egészhez, akkor el tud kerülni hibákat, de mégis tud tapasztalni olyan dolgokat, amelyeket kell, amelyek építik az útját. Jó, szívesen. Intermezzóként elmondanám azt a szemléletmódot, amely a tudat 3
alaptípusát mondja el. Három szanszkrit szó, ezt bírjuk ki. Az egyik az, amiben nagyjából mindannyian vagyunk, ez a tűz, ez a rajasz. És ez azért érdekes, mert mindenkiben ég valamilyen tűz. A lelkesedés tüze, vagy a lehetőség tüze, vagy a dharma és a karma megismerésének a tüze, vagy a félelem és reszketés megismerésének a tüze. Tehát így, stb. Vagy hogy hogyan hozzunk jó döntést. Tehát ez mind olyan tudati tűz, ami mondjuk kíváncsiság, érdeklődés. De valamilyen tűz ég, és ez nagyjából a vágy, a harag és a gondolkodás, vagy dualisztikus képzett világ tüze. Ha ezt úgy műveljük, hogy mi normálisnak ítéltetünk a társadalom által, akkor vagyunk jó férjek, feleségek, munkavállalók, adófizetők, családapák, családanyák, utódok és elődök, stb. És akkor ez a tűz szolgálja azt a társadalmat, amelyikben fölnőttünk, életet adott nekünk, stb. Stb. De ha nem csináljuk jól, akkor ebben a tűzben problémák adódnak, ekkor betegséget gyártunk le magunknak és másoknak egyaránt, és ennek az orvoslása a kórház. Tehát ahol a tűz problémáját, a rajasz problémáját, a mindennapi életben résztvevő tudatok problémáit, testi bajait orvosolják, az a kórház, és a mentális bajokat pedig sajnos pszichiátria, neuropszichiátria, stb. A másik ilyen szanszkrit fogalom az a tamasz, az a föld, az a fekete. Ez az, amikor ugye az emberek olyan tüzet gyújtanak, amelyek másokat károsítanak, mondjuk sértenek a birtokaikban, ezek a tolvajok, sértenek az életükben, ezek a gyilkosok, sértenek a bizalmukban, ezek a csalók. És ez a tűze sokkal feketébben ég. Tehát ezért nevezik földnek, vagy kátránynak. Ezek az emberek nem tudnak a társadalomban tartósan élni. Egy ideig élnek, aztán pedig kirándulást tesznek, és tartózkodnak rövidebb, hosszabb ideig azokon a helyeken, ahol ezeket a bajokat vagy orvosolják, vagy nem, de őket kivonják a forgalomból, ezek a büntetés végrehajtási intézetek, röviden börtönök, fegyházak, fogházak. Tehát ez az a hely, ezek azok a helyek, ahol ezt a fajta problémát orvosolni véljük, de nem mindig tudjuk, hiszen az eltöltött idő nem garancia arra, hogy tudatilag megváltozik az illető, és ismét elfogadható, ugye rajasz típusú tagja lesz a társadalomnak, hiszen a rajasz az tudja, hogy az ő tüze a másik tüzét nem szabad, hogy sértse. Az én birtoklásvágyam a másik birtoklásvágyát nem sértheti. Ugyanez vonatkozik az emberi kapcsolatokra, az egyebekre és a többi. És van a harmadik, ez a szatva, ez a levegő. Ez az, aki tudna élni a társadalomban, de nem akar. Ezek az aszkéták, a szerzetesek, a szerzetesnők, akik valami miatt ezt az életet vagy túl soknak, vagy túl kevésnek találják. És mind a két szélsőségben nem azt gondolják, hogy én ártani szeretnék, vagy egy külön világot kiépíteni magamnak, amelyet elszigetelek, hanem én meg szeretném haladni szellemileg ezt az egészet. És ezeknek a helye a kolostor vagy a templom. Tehát ha így párhuzamba állítod, akkor van a levegő, a tűz és a föld, a birtoklásvágynak a teljes hiánya, vagy az egészséges, mások által elfogadható birtoklás, vagy pedig a kriminalizált és mások által nem elfogadható sértő birtoklás. És rád bízom, hogy gyártsál további párhuzamokat, hogyha szeretnél, de az egyik ugye a kolostor, a másik a kórház, a harmadik a börtön, és a többi. Úgyhogy nagyjából ezen három típus valamelyikében foglalunk helyet, átmenetekkel. Mert az az érdekes, hogy vannak néha olyan érzelmeink, amelyeknek, hogyha engednénk, akkor azonnyomban börtönbe kerülnénk. Kinyírom. Vagy pedig meglátsz valamit, meghallasz valamit, vagy meglátsz valakit, és akkor jaj, de szép. Így. És akkor azonnyomban ez a gyönyörűség. Ez rajasz. Ugye? És aztán van az, hogy
Köszönöm, már ez sem, köszönöm, már ez sem, már ez sem, már ez sem, már ez sem. Érjük el azt, ami mindezek fölött áll. Ez a szatva. Tud-e a szatvikus tudat hibát elkövetni? Tud. Ez a nihilizmus. Semmi sem kell. Semmi sem jó. Nem akarok semmit sem. Ne szóljál hozzá. Érted? Tehát gyakorlatilag úgy akarja meghaladni a világot, hogy tagad és taszít. Így nem fogja. Tehát ez a szatvikus elme hibája. Túlérzékeny, lezár. Tamasz hiba, ez a kátrány típus, túlerős, támad. Rajasz, a tűz, mi a hiba? Minden kell. Elfogadható módon, nem török én be sehova, csak halálra dolgozom magam, munkaholista leszek, alkoholista leszek, különböző egyéb ista leszek azért, mert nem elég. Minden kell. Nézzük meg, ez a házi feladat, hogy a tudatod milyen elvek szerint működik. Mikor vagy tamasz, mikor tudnék ölni, érte? Mikor vagyok rajasz, gyújtsuk meg a gyönyörűséges szeretett tüzét, és mikor vagyok szatva, teljesen el tudom engedni. Látom, ott van, ha kell segítek, de abszolút el tudom engedni. A levegő, ez tudsz lenni itt a hétköznapjaidban is? Hogy el kell hozzávonulni a kolostorokba és a... Én annyira, de annyira szeretném, hogyha nem kellene elvonulgatni, és nem kellene felmenni a hegytetőről, hogy lepucoljam magamról azt, amit még mindig kényszerűen ugye, a világból magamba engedve ott tárolok. De hogyha lenne ilyen, akkor én oda mennék, és mélységesen háromszor leborulnék előtte. Szóval megnézném, hogy ez így van. É vagy sem. Én még olyat nem láttam. Tehát még Krisztusnak is 40 nap kellett a pusztába, mint sivatagban, mint gondoljuk. De még azon kívül is, ő szerintem eléggé sokat gyakorolt ott a hindusztáni félsziget egy darabján. Az a 17-19 év, az nem karavánozással, tehát. Úgyhogy mindenki gyakorol. Buddha 6 év, és még utána is tolták a meditációt. A 3 hónapos elvonulás az abból az időszakból származik. A nyári monszun idején ültek le és elvonultak. A téli, a 3 hónapos, ugye, az Bajcsang zenmester idejéből származik, Krisztus után 800 körül Kína. Elvonulás nélkül nem megy. Tehát tudsz-e olyan autót építeni, amit nem kell szervizbe vinni? Még a legjobbakat is kell néha. Tehát mindenképpen kell valami, ami lepucolja rólad azt a szennyeződést, amit kényszerűen magunk hoztunk létre magunkban. Úgyhogy nincs automata, nincs örökmozgó, és nincs olyan szatva, amelyik nem vonul el. Tehát elvonul, de egyébként élhet itt köztünk, csak időszakonként elmegy megtisztulni. De attól létezik, ez, tehát lehet, ez lehet nagyon, ez nagyon így van, tehát bizony. És akkor egyszer csak érzékeli magán, hogy nagyon felerősödik benne a másik két jegy, és akkor elvonul, és újra megtisztítja magát? Szerintem még mielőtt a másik két tulajdonságcsoport átvenné a hatalmat, azelőtt el kell vonulni. Ez körülbelül olyan, mielőtt még nagyon-nagyon csúnya lenne az olaj, le kell cserélni az autóban. Mielőtt kifogy a hűtővíz, töltsük már utána. Vannak ezek a vonalak, ezek a szintjelzők, olajpálca, tartály, meg kell nézni. Meg kell nézni. Tehát ez a mindennapi meditációnak a fontos feladata, hogy megnézed, minden nap mi vagyok. Egy állat! Na, akkor hagyjuk abba. Akkor hagyjuk abba. Akkor amitől ez onnan jött, akkor ez ugye másik, ugye, mi vagyok. A sivatag álom világában létezek, írt a Troppauer Hümér. Ez is gond. Tehát itt is elszálltunk, visszajövünk. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy pontosan mi van benned. Na, épp ezt nem szoktuk. Tehát a meditációt annyi minden másra szeretnénk felhasználni. Legyek boldog, legyek erős, legyek sikeres, menjek le alfába, jöjjek föl bétából. Tehát minden ilyesmit szeretnénk. Csak az, hogy valójában mi van itt, na azt nem. Azt nem. Az túl közvetlen, az eseménytelen, az unalmas, úgyse azt akarom. És ekkor lesz a jelből zaj. Elhanyagolom. Nem figyelek. Nem vagyok itt. Nem akarom tudomásul venni a dolgokat.
És akkor halogatom az elvonulást, nem akarom észrevenni, hogy vonal alá csökkent az érték, csak egyszer csak valami kiég. Tehát a tudatban, ahogy ezt mondtam korábban az Ági kérdésére, jóval korábban ott vannak az intuitív impulzusok. Jóval korábban már érezted, hogy ebből baj lesz. És még akkor is toltam előre, és toltam, és akkor is, hogy és csak azért is, ezt nagyon tudjuk, főleg itt ebben az azért, csak azért is. Én megmutatom, ha bele pusztulok akkor is. És tudod mit? Bele is pusztulsz. Így már szerintem az elvonulás, hogy mi és hogyan... Örülök, hogy együtt gondolkodunk. További együtt gondolkodás? Bárkitől? Ugye a neveléshez kapcsolódik a kérdésem. Igazán... Tanárember vagy? Hát hasonló, igen. Nagyon jó. Szakma béli. Mondjad. Azon gondolkodtam, azok alapján, amiket most hallottunk, így a gyerekeknek a gondolkodása az eredetileg is nagyon közel van ehhez az állapothoz. Tehát ők nagyon benne vannak a pillanatban, a jelenben. Viszonylag kevesebb ez a zavar, ami így a tudatra rátelepszik. De például, hogy mi a különbség egy gyermeki gondolkodás, és úgy már egy letisztult tudat, egy érett tudat között. Illetve, hogy a gyerekeket mi azért próbáljuk nevelni, és viszonylag gyorsan itt le is neveljük erről a fajta hozzáállásról, hogy ezt mi lenne segítő hozzáállás? Először is nagy tanítónk egy mondatát szeretném idézni. Ő mondta azt, hogy ha nem lesztek gyermekek újra, nem léphettek be a mennyek országába. Ezt azért hangsúlyozom, mert a gyermekek nem maradhatnak gyermekek, nekik fel kell nőni. Amit látsz korábban, és amiért olyan édesek és szeretetre méltok, és elviselik az összes dolgukat, az énjük még ilyen nagyon kicsi. Ahogy nőnek, úgy fejlődik ki az ego különböző felrakásban és rétegekben. És éppen azért mondják ugye gyermekpszichológusok, most már egyre többen, hogy a nevelésnek a legfontosabb időszak az a 0 és a 3 év közötti, amikor még annyira lágy ez a kéreg, és annyira alakítható, hogy az összes korábbi karmát sokkal könnyebb kondicionálni, felülírni, módosítani, mint 3 éves kor után, és pedig még akkor is mennyi lehetőséged van. Tehát 3 éves kortól egész a prepubertásig, ez egy 7-8 év. Az még kőkeményen abszolút alakítható, minden, egy csomó minden elérhető, de mégis azt mondjuk, hogy 0 és a 3 között. Miért? Ugrunk, szemléletet váltunk, és azt mondjuk, hogy az a gyermek, aki annyira ártatlannak látszik, ő valójában egy időzített bomba, csak még ketyeg, és nem robbant. És azért az, mert amikor megszületett, akkor a születés húzott egy hatalmas vonalat a korábbi inkarnációi és a jelen között. És ez a fajta reaktiválás, ami a különböző külső stimulusokból ugye jön, ez szépen fokozatosan érvényes, és nem egyszerre robbantja be magát az életbe, hanem eltelik 17-18 év, amire egyébként nagykorú lesz. És mentálisan még lehet, hogy akkor se nagykorú. Tehát szép lassan, apró pici robbanásonként, dackorszak, itten szépen aktiválódik az énje, és szépen modulonként kapcsolódik be, és amikor még ebből nagyon kevés van, akkor olyan ártatlan kis... Érted? Tehát ilyennek tűnik. De miért lesz ilyen rusnya felnőtt, mint én? Na azért, mert ugyanolyan típusú karmát hozott magával. És attól a karmától ő nem mentes, csak szép lassan aktiválódik. Na most, ha más stimulust kap, ha más környezetben van, jó kis behaviorista modell, akkor más ember lesz. Igen, bizonyos határokon belül. Tudnék kell nagyon komoly példákat mutatni. Az egyik az unokatestvérem, aki egy gyermekfalut működtet immár 25 éve, és örökbefogadott gyerekekkel, és saját gyerekekkel, és azt gondolták, hogy az a környezet teljesen átírja majd az örökbefogadott gyerekek korábbi karmáját. És nagyon mások lettek, mint hogyha ott maradtak volna az eredeti vérszerinti szülői környezetben. Viszont a változás nem ment el addig, ameddig ugye a nevelő szülők remélték.
és hatalmas dolgokat kellett leküzdeni, hogy az, amit magával hozott, és aktiválódott az új környezetben, az ne úgy érvényesüljön, mint hogyha régiben maradt volna. Tehát ezért a racionalistáknak is van egy hatalmas nagy igazságuk, és megint csak nézzük meg az egészet, mint egy érem két oldalát, és nem mint vitatkozó, ugye, tudós csoportokat. Van egy tudat, ami hozta magával a karmáját, ott van a 8. tárház tudatában, és a 7. ítéletalkotó tudatszintjével ugye szépen adagolja, hogy éppen most szeretek, gyűlölök, akarom, nem akarom. A 6. gondolom és fogalmakba öntöm, és az elsőt az pedig a fizikai, a látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. És ez a 8 a buddhista modellje az emberi pszichofizikumnak. Le is van írva, el lehet olvasni. Tehát ebben a tárház tudatban hozod magaddal a gondosan leplombált karmikus amforákat. És amikor a borász jön, akkor ezt kérem, most szárazat, most vöröset, most pezsgőt, most félszárazat, most likört, most egy kis pálinkat. Tehát akkor, amikor ezeket az amforákat szépen kinyitjuk, akkor kijön belőle az a géniusz vagy szellem, az a karma, amit épp akkor a jelenség aktivált. És nagyon nem mindegy, hogy pontosan ugye mit aktivál. Nagyjából a születésünk is már olyan helyre történik, ahol a mi amforáinkat kinyithatják, ahol a mi karmánkat aktiválhatják. Hát Mozart se véletlenül született oda, ahova, mert a szülei azok nagyon gyorsan ugye a tehetségéhez mérhető képzést adtak neki, és akkor pillanatok alatt gyönyörű komponista lett, és egyebek. Meg zongorista, komponista. Tehát nem véletlenül születsz oda, ahova, és nem véletlenül születsz azokhoz, akikhez. Ha megnézed a Földnek a felületét és a rajta lévő emberek létszámát, iszonyatosan precíz az a választás, ahogy te kiválasztottad a szüleidet. Tehát nem születhettél volna máshova. Olyan van, hogy egy adott lény nem akar gyereket vállalni, és a hozzá inkább kötődő tudat mégis a családban, mondjuk a testvérhez, nővérhez születik meg, vagy a húghoz, viszont erősebb karmikus kapcsolata van az éppen egyedülállóként ott maradt valaki, aki hozott egy nagyon komoly döntést, és ugyan képes lett volna párkapcsolatra, de nem vállalta be, nem lett gyereke, és akkor az a tudat, aki hozzá jobban kötődik, mégiscsak vér szerint máshoz született. De ezek nagyon közel landolnak, ezek nagyon távol nem landolnak. Úgyhogy itt tessék azt nézni, hogy külső és belső feltételezi egymást. És a külső és belső közötti választóvonal az esetleges és látszólagos, és pillanatok alatt átjárható. Jó? És akkor a gyerekek nem tűnnek olyan, mi lesz az ártatlanságával? Hát fejlődik. Egyébként se volt ártatlan, de őrizzük meg fejlődésének az ártatlanságát, amennyi ideig csak tudjuk, aztán majd ő tesz arról, hogy felnőtt legyen. Tehát az, hogy pontosan mit, mikor tanítasz meg a gyereknek, az fogja eldönteni, hogy bízik benned, hisz neked, szeret téged, vagy pedig ezeknek az ellenkezője, és akkor mindent elvet, amit hall tőled. Tehát pontosan a gyerek most mire nyitott. És ennek a nyitottságnak a meglátásával dönthetsz abban, hogy most mit aktiválsz benne? Tehát például van egy agresszív hajlamú gyerek. Nagyon sok ilyen van, egyre több. És egyre gyorsabban aktiválják a saját karmájukat a környezet segítségével, magyarul egyre keményebb helyzetekbe, egyre fiatalabban mennek bele. Ezt a szakma úgy hív, hogy akceleráció, de vigyázzunk ezzel, mert nem csak gyorsulásról van szó, hanem a gyorsulás következtében fellépő tudatváltozásról is szó van. Tehát amikor a gyorsulást azt mondom, hogy 3G, az nem egy tudományos tény pusztán, hanem az ez. Ugye? Tehát változik a tudat attól, hogy olyan iszonyatos gyorsasága fejlődik, vagy aktiválja a karmáját, mert fejlődés úgy, ahogy mi ezt elgondoljuk, az úgy nincs. Tehát ez egy ilyen hatalmas nagy körbeforgás, és ami a körforgás közben látásként a tiéd, azt fejlődte tudatilag. Egyébként körbe-karikába járkálunk, ezt hívjuk szamszárikus körforgásnak. Visszatérve a gyerekre, amikor a gyerek tudata bizonyos irányban nyitott, például agresszív, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen harcművész egyesületbe adott be. Vagy hogy egyáltalán kezdesz ezzel az agresszióval valamit. El akarod be?
rossz vagy, na ettől csak agresszívebb lesz. És tőled egy kicsit félni fog, de meg fogja verni a gyereket az utca sarkon. Tehát ha látod azt, hogy valami éppen kinyílt, valamilyen energia, valamilyen információ, valamilyen tudattartalom megjelent a gyerekben, mit kezdesz vele? Pontosan milyen környezetbe teszed bele? Az a környezet gyengíti, erősíti, kinyitja, bezárja, súlyosbítja, megkönnyíti. Mit tesz ezzel a tudatformával? Úgyhogy nagyon-nagyon sok következik abból, hogy te mennyire látod a gyereket jól. És ez a látás, ez pótolhatatlan. Tehát az igazi szülő, vagy a tanítvány és mester kapcsolatában a tanító, az arról ismerszik meg, hogy jobban látja a tanítványt, jobban látod a gyereket, mint ő saját magát. Ekülönben mi a plusz? Semmi. Csak a kor, meg a tapasztalat, az nem elég. Jobban látod, mint ő látja saját magát. Na, ekkor tudsz neki igazából segíteni. És nem csak egy ilyen vagdalkozó, külső irányzatos dologba iratod be, hanem mondjuk használja fel az agresszív hajlamát arra, hogy megélje a fizikai harcot, és a fizikai harcban a győzelem és a vereség tudatát, és elérje így azt a tudatot, kellő nevelés és tanítás útján, amely fölötte áll győzelemnek és vereségnek. Tehát ahogy a jelből lehet zaj, és a zajból lehet jel, úgy mindenféle karmából utat tudsz kovácsolni. De ehhez megfelelő tapasztalat, megfelelő bölcsesség és együttérzés, megfelelő tudati állóképesség, úgyhogy nagyon komoly elhivatottság kell. Nagyon köszönöm. Szívesen. Abban segíts nekem, légy szíves, hogy mondtad, hogy ennek a témák a kapcsán, hogy nem véletlen, hogy hova születünk. Mi a dolgunk ezzel? Mennyire kell ezt nekünk vizsgálni? Egyáltalán van ezzel dolgunk, és ha igen, akkor egyáltalán mi a dolgunk azzal, hogy hova születünk? Az, hogy hova születünk, az pontosan mit jelent? Tehát mi az, amiből kell nekünk bármit is kiolvasni azzal, hogy miért vagyunk mi itt? A napi gyakorlat szintjén, ha ezzel szeretnél foglalkozni, akkor azt a kérdést javaslom, hogy mi a dolgom? Ez a kérdés, ez gyakorlatilag megérinti az inkarnációs célt, anélkül, hogy felesleges gondolkodást hozna elő belőled. Ezért nem mi értezünk. Tehát mi a dolgom? És innentől kezdve, ha ez a kérdés, mint mag megvan, innentől kezdve a jelenségek elkezdenek elrendeződni. Másképp látod Szegedet. Ide születtél? Itt? Szegedi vagy? Nem. Akkor azt is meglátod, hogy miért kellett idejönni. Tehát... Nagyon érdekes az, hogy a múltban való elveszés az nem segít, de a múlt látása nélkülözhetetlen. A jövő miatti aggodalom teljesen terméketlen, de a jövő meglátása nélkülözhetetlen. Tehát én azt javaslom, hogy ezt a pillanatot, ennek a pillanatnak a tudatát tisztítsd le, amennyire csak lehet, és ebben nyilvánvalóvá válik a múlt, a jelen és a jövő. Tehát az mind ebben a pillanatban van. Nem tudsz a régmúltba visszamenni több száz inkarnáció elé. Még a legpengébbek sem mondják azt, hogy én több ezer életre emlékszem. Nem kell emlékezni sem. Ebben a pillanatban mi vagy. Minden karmát ebben a pillanatban érvényesül. Akár aktív, akár passzív. De itt van a tudatodban, mert magaddal hoztad. Ez a pillanat a kovácsa a jövőnek. És ez a pillanat természetesen a jelen reflexiója. Tehát én nem mennék nagyon vissza így a múltba, oknyomozásra, és nem mennék nagyon-nagyon részletes tervezésbe a jövőt illetően sem. Hanem ezt a pillanatot szeretném kitágítani. Az átlagember tudata az körülbelül olyan, mint hogyha két kúpot egymásra állítanál, nagyon-nagyon sokat gondolkodik a múltról, és nagyon sokat aggódik a jövő miatt, és ez a két kúp egy-egy ponton szépen csatlakozik. A pillanat tudatossága nagyon kicsi, a jövőjé és a múlté nagyon nagy. Mit tehetsz? Azt teheted, hogy szépen kitágítod a pillanat tudatosságát, és nem aggódsz a múlt, a jelen és a jövő miatt, és akkor ezek szépen egy ilyen hatalmas nagy diszkbe, egy korongba integrálódnak. Magyarul meglátod azt, hogy a múltból hogyan következik a jövőd. Mert látod ebben a pillanatban az egész körforgást, az egész ok-okozati láncolatot és folyamatot.
És ez már egy teljesen más tudatminőség, mert nem trónol a múlt borzasztó, determinisztikus és meghatározó karmáján, és nem nyomja agyon a jövő miatti aggodalom, hanem ezt mind kiszedte maga alól, és leszedte maga fölül, és szépen a pillanat óriási körévé tágította ki. És ezt meditációval el lehet érni. Átrendeződik a múlt, a jelenség nem szűnik meg, az egy más iskola, hogy eltöröljük a múltat végleg. Tehát nem erről szól a történet. Jó, tehát arról szól, hogy a múlt, a jelen és a jövő az a tudatodban létezik. Ha a tudatod tiszta, akkor a múlt, a jelen és a jövő is tiszta. Ez érdemes megváltoztatni a múlthoz, a jelenhez és a jövőhöz fűződő viszonyt. Nem gondolattal, nem érzelmi babrálással, hanem a tudat letisztításával, amellyel elnyeri igazi, térszerű, tükörszerű természetét. És akkor úgy látod a múltat, ahogy az van. És annyit látsz belőle, amennyit kell. Jövőre ugyanez. Kicsit segített, de azzal, amit elmondtál, azzal nekem nem is volt gondom így a múlt kapcsán, csak most így beszéltél arról, hogy érdekel, tehát meg kell nézni azt, hogy hova születtél. Tehát oka van annak, hogy hova születtél, akkor annak kapcsán kezdett el a kis ördög így a fejembe, hogy értem, de addig én ezzel soha nem foglalkoztam, hogy ezzel így... Különben is kell, az ok, ezért mondtam ezt a kupos, körös hasonlatot, ez jelen van, ez ebben a pontban itt van és működik. Ez a részhez kb. Itt vagyok azon a szinten most, de az, amit viszont mondtál, hogy akkor ugye két kérdést tegyünk föl magunknak, az egyik az volt, hogy jól emlékszem, hogy ki vagyok én, a másik pedig, hogy miért mi vagyok én, másik pedig, hogy miért vagyok itt, vagy mi volt, mi a dolgom. Ez nem volt benne, látod, hogy hozzátetted? Én iszonyú óvatos vagyok ilyenkor. Én azt mondom, hogy mi vagyok, mi vagyok, vagy mi ez. Az ént azt nem teszem bele. Ezt valamit biztos hoztam, nem tudom. Azt hoztuk, csomagba benne van, csomagba. Hagyjuk. Viszem a hátamon. Oké, szóval igazából ez a két kérdés, ez ettől én még valahogy nem találom benne a válaszokat. A kérdésben nincs. Nem is a kérdésben, hanem amikor keresem. Nem kapom ezeket a válaszokat, vagy nem látom ezt valamiért. Adj magadnak időt. Nem vagyok türelmetlen, csak kíváncsi inkább. Az a jó. A kíváncsiság nagyon jó hajtóerő, és akkor a gyakorlat szépen majd hozza ezt az egészet, de azt elárulom, hogy ilyen nagyon-nagyon spektakuláris, hatalmas revelációk, azok nem biztos, hogy lesznek, hanem ilyen, először úgy tűnik, hogy melléktermékként a tudat nagyon letisztul. És ez a tiszta tudat aztán elkezd másképp működni, mint eddig. Mielőtt nem volt ennyire tiszta. Tehát a szabadságot nem lehet definiálni. A szabadságnak eredeti oka nincs. Hogyha valamit legyártok, mint létok, mint inkarnációs ok, ha azt gondolatilag megteremtem, az viszont korlátozza a szabadságomat. Ami bennem működik, mint motiváció, ami bennem fontos, mint ember, ami a céljaimat vezérli, az úgyis megjelenik. Az biztos. Ami pedig nem, ami pedig csak ilyen egyéb ilyen gondolmány, vagy érzemény, az el fog esni. Az ki fog ürülni. Jó? Más kérdés? És ez gyakorlatilag az utolsó lesz. Annyit szeretnék kérdezni, hogy a gyerekeink nem véletlenül születnek hozzánk. És szülőként sokat küzdök azzal, hogy milyen mértékben, és tehát meddig van nekem jogom, vagy egyáltalán kötelességem beleszólni a gyerek életébe. Tehát ugye nyilván ő éli a saját tapasztalásait. Sokszor én láttam azt, hogy történetesen a vesztébe rohan, de nem mindig érzem azt, hogy biztos, hogy ezt nekem kell megállítani, elvégre nem írhatom fölül az ő tapasztalásait és életét. Tehát milyen mértékig szólhatunk bele a gyerekeinknek a karmájába, hiszen nem véletlenül választottak engem, nem véletlenül ezeket a tapasztalásokat hozták, és akkor, tehát ezzel így küzdök néha, hogy most hagyjam, ne hagyjam, tehát hogy... Anyuka? Igen. Nekem nagy gyerekeim vannak, tehát a 3 éves korukon már túl vagyok. Éppen akartam volna kérdezni, hogy hány évesek a rajkók? 20 és 16. Két fiú. Hát akkor már nem sokat. 16-nál még esetleg, de a 20 az már nagyon lábra állt, tehát az egész, főleg a mostani generáció. Nem is vagyok ez a dédelgetős anyuka, csak tud ezzel küzdök, hogy most tehát mennyit. Amikor még nagyon fiatalok,
akkor természetesen a szülői beleszólásra szükség, közbe kisfiam a cipődet. Tehát már, ha nem tudja, mert még anya, akkor bekötöm. De hogyha már olyan korban, hogy be kell tudnia kötni a cipőjét, és meg is tanulta, akkor nem tudom neki meghatározni 16-20 éves feje, hogy kösse be a cipőjét, és most azért hozok ilyen brutálisan egyszerű példát, mert ezzel lehet látni a későbbi bonyolultakat is nagyon jól. Párválasztás. Szerintem biztos, hogy néha hajadat téped a barátnőitől. Igen, de nem mindenkivel, és nem azonos mértékben, és egy csomó... Számukkal van problémám, hogy igen. túl sok van. Na, ez az a helyzet, amikor csak olyan mértékben tudsz beléjük szólni, amilyen mértékben rád hallgatnak. Ez a felnőtt viselkedés. Tehát amikor még nagyon-nagyon ilyen éppen szaladgáló, aztán felnövekvő, prepubertás, pubertás, kamasz, stb. Tehát itt szépen ezek a korszakok mennek, ez mindig eltérő mértékű, és pillanatról pillanatra, korszakról korszakra, sőt esetről esetre észre kell venned, hogy meddig kell elmenned az anyai szigorral, vagy elfogadással, a szeretettel, vagy pedig azzal, hogy ne okozz nekem ilyen szomorúságot, fiam, tehát ez a yin típusú dolog, a yang pedig az, hogy szeretettel viszonyulok hozzá, és egyetértek vele, stb. Tehát ez esetfüggő, és korfüggő, és csak azt lehet itt, ezen a helyen elmondani, hogy a tudatok akkor is a saját útjukat járják, hogyha ez neked fáj, vagy pedig örömet okoz. És nagyon fontos azt látni, hogy a gyerek annyiban hallgat a szüleire, amennyiben megbízik benne és tiszteli. Tehát én azt mondom, hogy a gyerekeid bizalmát és tiszteletét ne veszítsd el. És akkor hallgatni fognak rád, amikor akarnak. Egyébként nem. Egyébként még akkor sem, amikor hallgathatnának. Nem, az a gondom pont, hogy túlzottan rám vannak támaszkodva ebből a szempontból. Tehát, hogy nagyon nagy bizalmi kör, nagyon nagy a... Tehát pont a másik oldalon vagyunk most, és nem tudom, hogy mindig nekem kell egyébként megmondani. Tehát, hogy nekik egy önálló tudatukkal kell, hogy rendelkeznek. Nem azt kell gondolniuk a világról, amit én gondolok. Mégis sokszor ugye visszakapaszkodnak, hogy én nem akarom meghatározni az ő tudatukat. Mert azt gondolom, hogy, tehát, hogy pont az ellenkezője van most a mostani szakaszunkban. Hát örülj neki! Nem csak nem lehet tudatokat kellene. Ez természetesen miért nem lehet ennek egyértelműen örülni, de még nem késtél el semmiről, tehát még annyira azért nem, tehát nem 40 évesen ülnek a szoknyádon, és nem tudnak egy barátnőt választani, hát ez így nem lesz. Tehát hidd el, hogyha most az a probléma, hogy esetleg több barátnőjük van egyszerre, vagy több, mint szeretnéd, akkor nem fognak a szoknyádon üldögélni sokáig. Ez egész biztos. Tehát majd szépen önállósodnak, de amíg adnak a véleményedre, amíg meg szeretnének hallgatni, amíg a tanácsodat kérik, addig ezt ne utasítsd el, ne zavard el, hanem azt tudatosítsd bennük, hogy most ez azt szolgálja, hogy ti önállóak legyetek. És bármikor visszajöhetsz, de bármikor el is mehetsz. Tehát bármikor visszajöhetsz tanácsért, és én olyan tanácsot adok neked, mondod, mint anyuka, ami téged önállóvá tesz. Tehát kétféle segítség van. Az egyik, amelyik további segítséget tesz szükségessé. A másik, amelyik a segítséget adja, és a további segítség szükségességét megszünteti. Ha ebbe az irányba mész, akkor harmonikusan, szépen, fokozatosan leválnak. Én azt követtem el valószínűleg, hogy egy olyan típusú segítségnyújtásba keveredtünk bele, hogy újra meg újra, tehát hogy nem őket vezette kifelé, hanem befelé, nyilván ez a saját birtoklásomból is eredt. Most na kezdjük itt a pedzegetni az anyai ösztönöket. Tisztában vagyok vele mostanra. Nagyon kemény harc magammal is, de mostanra fölmértem, hogy az eddigi segítségnyújtás az pont egy ilyen zsákutcába vitt benne bennünket, és most meg már akarom, se akarnak leválni, tehát hogy nyilván ez most így... Ha most nem csak a szemléletről, hanem mondjuk a mindennapi élet apróságairól is beszélünk,
akkor én javaslom, hogy kezd el a tevékenységeket, amit eddig te helyettük végeztél el, és csináltad ezt, és azt azért, hogy ők folytassam, mert tele van az életed ilyenekkel. Ezeket szépen darabonként utald vissza az ő hatáskörükbe. Mostantól, fiam, te csinálod magadnak a saját pont-pont-pont odat. Magad mosod a szennyest, magad tisztítod a cipőt, megmelegíted a kaját, és a többi. Lelkileg mindig velük leszel. Soha, egy anya soha nem hagyja el a gyermekeit, és ezt tudjuk. De a tevékenységet, az életet, azt most már éljék önállóan, és ne téged várjanak, és téged, hogy anyu, csináld meg ezt, stb. Stb. Megvan két kezed, két lábad, tudsz gondolkodni, programozva a mosógépet, kész. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ilyen szintű önállóságot azt előbb-utóbb a kezükbe ad. És akkor tisztelni is fognak, nem csak bíznak benned. Jó? Szívesen. Szeretném megköszönni a ma este kitüntető figyelmét, és az, hogy itt voltatok, együtt lehettünk ennyien. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!